A Filharmónia Magyarország idén is megrendezi hagyományos őszi klasszikus zenei fesztiválját, a Zeneszület Fesztivált Pécset. A részletekről a Kodály Központban számoltak be a szervezők. Az eseményen részt vett Hoppá Péter, kultúráért felelős államtitkár, aki elmondta, évről évre több kormányzati támogatásban részesült a zenei vállalat. Egyre több feladatot is tudott vállalni a cég arra, hogy ne csak a fővárosban, hanem a vidéki koncertszervezésben minél több embert elérjenek. Ebben szerepet vállaltak ők a kormányzati kultúrpolitika végrehajtására is, a kulturális alapellátásra is, mert hogy az a hitvallásunk, hogy egy kulturális akadálymentesítés keretében igenis a vidéki helyszínek és a vidéki nagyvárosok ugyanolyan minőségű kulturális kínálatot kaphassanak, mint amilyet a korábbi évtizedekben a fővárosban már megszoktunk. Ennek az egyik nagyon szép megnyilvánulása az, hogy a Zeneszület Fesztivál az elmúlt években, amikor a pandémia időszaka volt, akkor is megtartotta a finanszírozási pozícióját, a kormány támogatta a Filharmónián keresztül ezt a pécsi arcélű kulturális rendezvényt, és emellett pedig azokban a hónapokban, amikor hát zárva voltak az ilyen és ehhez hasonló intézmények, mint a Kodály Központ, nagy fájdalmunkra, de mégis az, hogy az élet nem állhat meg, a kultúra nem állhat le. Ezért az a bizonyos streamelés, tehát a videó felvételekkel készített koncert kisfilmek készítése lépett a közönség szervezés helyébe, és ezeket külön állami kormányzati támogatás keretében sikerült megvalósítani. Úgyhogy most örülök annak, hogy az idei 2022-es Zeneszület Fesztivál Pécset bemutatja, hogy a kormány külön támogatásával készült stream felvételek, koncertfelvételek milyen gazdagságot is mutatnak, és ebben a műfajban is bizony milyen értékek jöhettek létre abban a korszakban, abban a 2020-21-es időszakban, amikor a kulturális intézmények nagy része be kellett zárni a falait, hiszen az átoltottság hiányában bizony-bizony azzal játszottunk, hogy megfertőzik egymást a koncert helyszíneken az összezsúfolt közönség tagjai. A Zeneszület Fesztivál gazdag programmal készült, a legtöbb esemény pedig ingyenes. Az idei Zeneszület Fesztivál több mint 70 programjába a legnagyobb büszkeség számunkra, hogy idén vendégül láthatjuk a negyedik tenort, José Kúrát, aki mindjárt a nyitó napon ad koncertet, és hadd emeljem ki azt is, hogy manapság ilyen kiváló világsztár tenorokat csak elektronikus eszközökön keresztül hallgathatjuk stadionokba, sportcsarnokokba, olyan tömegek hallgatják őket, úgyhogy ez egy különleges alkalom, hogy akusztikusan az ország legkiválóbb akusztikájú koncerttermébe csodálhatjuk meg a hangját, a Nemzeti Filharmonikus Zenekarra, a Kovács Jánossal, és a idei Zeneszület Fesztivál alcíme a Találkozások. És ezen a koncerten a latin szerelmes dalok találkoznak a világ legnépszerűbb opera slágereivel, és mindkettőt José Kúra prezentálja majd az első-második félidőben. Tehát azt gondolom, hogy mindenképpen ez egy kiemelkedő program, nem csak a szereplőit tekintve, hanem a műsorát is egy nagyon izgalmas, és bátran ajánlom mindenkinek, korlátozott számban még lehet vásárolni jegyeket, hogy ellátogassanak a Kodály Központba, mert bizonyára mindenki talál szívéhez közel állót ebben a programban. Ezen kívül esténként 6 órakor művészetek házában lesznek koncertjeink, városnak egyre több tere vonódik be a programokba, mondhatjuk, hogy évről évre több helyszínen valósítjuk meg a fesztivált. Idén elmegyünk föl a Mecsekre is, nem csak a Tettyei Romokig, ahol az idei Zeneszület mozi lesz, hanem egészen a Mandulásba is, ahol a Mandulás játszótéren is klasszikus zenét hallgathatnak, de még a tornapályán is lesz zenés séta. Az a célunk, bár ezt máskor talán ennyire nem mondhatjuk el, hogy tényleg a legszélesebb rétegeket megszólíthassuk. A zárónapon, 11-én vasárnap, családi nap a Zsolnai negyedben, délelőtt 10-től este 6 óráig, ott is kicsiket, nagyokat szeretnénk megszólítani, a tornapályán a mozogni vágyókat, és a városban pedig, akik csak sétálnak, vagy egy kávéra bejönnek, és szeretnék, hogyha szebbé varázsolna a muzsika szó a napjukat.
vagy akik még ezt nem tudják, hogy Szebbé fogja varázsolni a klasszikus zene a napjukat, azok próbálják ki, hallgassák meg, hogy biztos vagyok benne, hogy legközelebb eljönnek a koncertterembe is meghallgatni ezeket a dallamokat. Mindehhez pedig támogatásra is szükség van, tette hozzá Szamosi Szabolcs. A Filharmónia Magyarország most már az új kulturális és innovációs minisztériumnak a támogatásával működik és valósítja meg ezeket a fantasztikus programokat, így lesz ez az idei fesztiválon is, és nagy öröm, hogy újra egy pécsi államtitkára van a kultúrának, és dr. Hoppá Pétert köszönhetjük újra itt és a fesztivál nézői közönsége soraiban is. Szeptember 8-a és 11-e között tehát a hangversenyek mellett szabadtéri klasszik mozi, családi nap, gyermekprogramok, váratlan, különleges helyszíneken megszólaló flashmobok és térzenék színesítik Pécs programjait.